dugd fel a ajánlatkérésedet. Mondtam valamelyik nap nagyon indulatosan, amikor termet kerestünk ahhoz, hogy egy rendezvényt megszervezzünk, egy mastermind, illetve egy konferenciát, amiről majd mindjárt szólok egy pár szót. De ami a Döbbenet, hogy manapság egyre több weboldalon, amellett, hogy ma már tudnak kalkulálni, egy weboldal lehetne aktualizálni, és így tovább, csak ennyit látsz, hogy kérjen ajánlatot. És akkor ki kell tölteni dátumot, minden egyéb dolgot, ez mondjuk egy rendezvénynek, egy szállodának a rendezvény termébe összesen egy vagy kettő van, tehát nem egy bonyolult dolog, hogy mennyi az egy napra. Tehát ez nem egy bonyolult dolog, ez nem kéne úgymond ajánlatot kérni, de ennek mész neki. Ráadásul volt több olyan alkalom, mivel most időben be voltunk szűkítve, három hét alatt kellett szerezni egy termet, hogy fölhívtuk az egyiket, mert nem akartunk állatot kérni, hát nem tudja, és ő maga mondta, hogy kérjünk ajánlatot. Ahelyett, hogy egyből tótra válaszolja a terem szabad-e vagy nem. Most kiderült, hogy a terem az nem szabad az ajánlatkérés után három nappal később. Mit tehetünk ilyenkor? Kezdhetjük elő a keresést. Beadtunk máshova egy ajánlatkérést. Onnantól kezdve mi történt? Az történt, hogy az meg túl drága volt. Akkor kerestünk tovább. Vagy teheti az ember azt, hogy eleve tíz helyre ad ajánlatkérést. De akkor kilenc, kilenc céget szivat, és a cégek saját is szivatják. Ráadásul, ha keresek termet, és nem tudok árakat, nem látok árakat, nem tudom, hogy szabad-e is, hogy van-e ára, is az mennyi, ebből kifolyólag nem tudok viszonyulni hozzá, és hogyha a tíz weboldal közül kettőnél találok, szerinted mind fog gondolkozni? Szerinted mi az, aki egyáltalán benne van a versenybe, benne van a ringbe, belülről nézi, hogy én melyik termet fogom lefoglalni? Igen, az, aki bent van, aki adott árat. Az összes többi, azt tudod, mit csinál? blokkolja a saját ügyfelét, és ezáltal blokkolja a saját forgalmát. Lehet azért, mert lusta disznó a, a, az ügyintéző, aki ezt csinálja, ezért szokták azt mondani, kérjen ajánlatot, ugye? Mert akkor így egyszerűbb neki. De gondold végig, hogy egy ügyfélnek ez egy lehetetlen állapot, ráadásul az időbe se fér bele. Úgyhogy egyszerűen, ha összes megnézzük, hogy mennyire abszurd ez, ami látszatra nem tűnik nagy dolognak, az ott a booking. Tehát el tud képzelni, hogy mondjuk Muróban, ahol mi tíz évig, szeretnél szállást bérelni. És az történik, hogy írsz az elsőnek, hogy Szilveszterre szeretnénk önnek, önöknél egy szobát, nem tudom, ennyi, két gyerekkel, nem tudom, én két szobát szeretnénk kivenni. És arra visszaírnak egy három nap múlva az eladatkérésedről, hogy nincsen. Majd megpróbálod egy másiknál, mert nincsenek benne árak és szabad időpontok, ugye? ezért egy másikat nézel, ott ki visszaírják, hogy jó, van szabad helyünk, de háromszor annyiba kerül, mint meg tudsz fizetni. És ez így megy, és hetekig keresgélsz, ráadásul lefoglalsz valamit, és az viszont kiderül utólag, hogy ja, hát akkor máshol meg közben megjött az ajánlatkérés, akkor így lemondod az elsőt, és akkor mindenkit szivatsz. El tudod képzelni, hogy ma még ezt tenni valaki? A Bookingon, ami egyrészt metakereső, másrészt foglalási rendszer, magyarul találok árakat és szabad időpontokat vagy egyből foglalhatom is, hogyha az van kedvem, ha anélkül visszaennénk a, 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 múlt időbe, úgymond, hogy nincsenek árak, és, és ajánlatot kellett kérni, és akár e-mailben három-négy nap múlva kaptunk választ, ha egyáltalán választ kaptunk, akkor az katasztrófa. És ráadásul nem tudok kombinálni. A bookingon megteltem azt, hogy az adott időszakban nincsen ott hely, jó, akkor esetleg egy nappal előbb mennénk, vagy egy nappal később, vagy egy hosszabb hétvégét kivennénk, vagy megnézzük egy héttel később, akkor tudok kombinálni. De ha ajánlatot kérek, akkor arra válaszolnak. Majd, hogyha nem jó valami miatt nekik, vagy az ár nekem, akkor a helyet mi történik? Nem látom, hogy mikor van szabad, akkor újra ajánlatkérés van. Őrület. Tehát én azt javaslom neked, hogy ha, ha szeretnéd a, a piacon megszerezni az ügyfeleket, akik tényleg önálló gondolkodásúak adja rendelkeznek, akkor ne írd ki soha azt, hogy kérjen ajánlatot. Vagy tehet, hogy kiíred, hogy kérjen ajánlatot, de akkor viszont számolhatsz avval, hogy elveszített hasznod lesz. Vagy, és van még egy megoldás, ezt el fogom neked mondani a videó másik részében, de előtte, ha egy dolgot, egy konkrét dolgot neked, ami talán érdekes és hasznos lesz. Egyrészt pontosan ilyen tanulás, ilyen gondolkodás, ilyen gondolkodás fejlesztés miatt az Exponenciális Klubban szervezünk egy úgynevezett challenge-et, vagyis az év vállalkozási ötlete díjat fogjuk kiosztani. Az év végén, november 21-én egy keddi találkozón, egy keddi rendezvényen lesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy kihívás verseny és egy tanulás folyamat van egyben. Mondhatnám ezt, hogy egy picit olyan, mint a cápák közt, ugye ez a startup és tőke bevonás, de itt nem tőkét vonunk be, hanem értékelni fogjuk, és segítünk a vállalkozás ötletből még jobbat csinálni. Tehát ez egy abszolút inkább tanulásorientált, és a verseny szellemet, az ötletek ütköztetését, az ötletek összemérése a cél. Egy nagyon izgalmas játék lesz, ráadásul nem kell hozzá tévébe, meg egyéb módon nevezned, hanem egyszerűen e-mailbe fogsz tudni, majd időben szólunk, hogy mikor. Tehát hamarosan lehet pályázni rám, ugye előre kell pályázni, és lesz közönségszavazás, hogy kiusson be, lesznek, lesz egy speciális szakmai zsűri, és itt rá nagyon érdekes lesz. Úgyhogy hamarosan találkozhatsz a kiírással, és fontos, hogy figyeld ezt a csatornát, a Sikervitamin csatornát, illetve a sikervitamin.hu vagy az exponenciás.hu oldalon fogsz vele találkozni. És ami fontos, hogy november 21-én lesz kedden Duna -Szent Miklóson. Ez egy zárt körű rendezvény, amit megengedjük most, hogy külsősök is jöjjenek, mert alapvetően zárt klubtauknak szól, de van lehetőség külsős pályázatnak, vagy részt venni, vázi, mint, mint külsős közönség. Ennek van egy egyszerű díj, egy elég kedvező egynapi ilyen versenyre és tréningre, 29-9 plusz áfa, vagy pedig 100 ezer forint körül van, ezt berakom a videó alá, tudsz belépni a klubba, és akkor egy tonnányi tudást kapsz, négy ilyen konferenciát kapsz egy évben, például a januári vagy a májusi évkezdő, illetve a forgalomnövelő konferenciánkra, és most is itt már részt tudsz venni, ha előre veszed meg, messze az a legjobb deal, de majd eldöntött. Szóval ez lesz, amin például ilyen ötleteket fogunk kicsiszni, hogy hogyan tud az üzleti részét jobbá csinálni, a marketinget jobbá csinálni, tanulás, ez lesz a fő cél, nyilván nyerni is lehet értékes ajándékokat, illetve értékes díjakat. Szóval tukt fel az ajánlat kérésedet. Tehát mi az, ami a jó megoldás? Mi az, ami ahelyett, hogy elriaszd az ügyfelet, és ezért láttad előbb kiírva az elveszített hasznot, mert igen, az elveszített haszon a legalattomosabb rákos daganat a vállalkozásodban. Miért? Azért, mert nem látod, hogy a rák is sajnos az a borzasztó hogy nem tudod, hogy honnan támad, nem érzékeled, amíg nem lesz kritikus vagy veszélyes, vagy akár halálos, ugyanilyen az elveszített haszon is. Tudni, a hasznodat látod. Tehát, hogyha év csinál mondjuk a könyvelő egy, 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 mérleget, akkor látod, hogy mennyi hasznod mennyi profitot termeltél. De az nem érnék meg a könyvelő, hogy mennyit veszítettél el ügyfelet. Hányan ügyfél volt, aki ott volt a weboldadon, nem vásárolt. Miért? És miért nem vásárolt, mit gondolsz? Hagyjunk erre egy, egy másodpercnyi gondolkodás időt. Szerinted a legtöbb ügyfél miért nem vásárol? Persze sok oka lehet, nyilván nem akarok mindet megmutatni, de van egy nagyon-nagyon jól definiálható oka, amiatt a vásárlásaid jó része már mind nem történik meg, ezért nevezem elveszített haszonnak, mert elveszíted. Ez az egy ok pedig az, hogy nincs elég információ, hogy az ügyfél döntsön, és elmegy máshoz, tovább megy, törőd elfeledkezik, vagy akár, nem csak hogy elfeledkezik, talál olyat, ahol dönteni tud, és dönt. Tehát ma már nincs az a világ, már ébredj fel, kérlek, hogy ajánlatot kérünk, ugye? Tehát oké, okay, vármegyék vannak, vissza a múltba, meg nem tudom micsoda, de de ez a világ már nincs. Ma már én este, nem tudom, én szombaton este, 7 órakor, vagy vasárnap este, amikor ezt a videót felrakom, keresek egy megoldást, egy időpontot, egy, egy ajánlatot, egy klímaszerelést és egyebeket, mennyire beszélünk erről, akkor nem akarok másnap, meg időm sincs, meg el is felejtem talán, nem akarok másnap ebben foglalkozni, ráadásul kiadok ajánlatkéréseket több helyre, azok különböző időpontban jönnek vissza, mindet meg kell várnom, van akinek utána kell telefonálni, egyszerűen nem tudok dönteni, tehát olyan szivatás, hogy nem igaz. Úgyhogy emiatt én azt javaslom neked, hogy készíts a minta ajánlatot. Tehát oké, okay, megértem, teljesen egyedileg is adhatsz ajánlatot mondjuk egy, mondjuk egy rendezvényre, de legyen típus ajánlatod. Legyen olyan például, hogy nem tudom, van három termed, és a három termnek megvan az alapdíja, plusz nem tudom, a parkoló, az étkezés, a bekészítés, egyebek. Legyenek leírva a feltételrendszerek jól érthetően. És hát ettől sokan félnek, mert hát akkor látszik, hogy drágák vagyunk. De tudod, mitől vagy drága? Attól vagy drága, hogy nem éred meg az árat. Ez mit jelent? Hogy ha azt mondom neked, hogy egy millió forintért van egy eladó autó, ami egy 25 éves dácsia, akkor azt mondod, hát ez jó, rohadtul drága. Nem, hogy tisztában az árakkal, de érted, mire gondolok. De azt mondom, hogy van egy két éves Mercedes, ami még garanciális és hibátlan, egy millió forint, hát az rohadtul olcsó. Most akkor egy autóért egy millió drága vagy olcsó? Az a kérdés, hogy mennyire adod el, mennyire jól informálod az ügyfelet, és mennyire tud gyorsan dönteni. Ez sokszor nyer. Viszont, hogyha te magad nem adod meg az információt, akkor lép életbe az elveszített haszon. Az elveszített haszonnak két nagy problémája van. Egy, nincs hasznod. Láttad, ott van a weboldaladon, te lennél a jobb megoldás, a te példaként, a te termed jobb lenne, klasszabb lenne, előnyösebb lenne, de nem tud benne gondolkozni a döntésre, kényszerült ember, aki dönteni akar, ezért tovább megy, és máshol két helyen talál, vagy három helyen árat, hopp, az alapján fog dönteni, már vissza sem megy hozzá. Tehát te elbuktad a pénzt. De van egy sokkal rosszabb. Ebből átküldted a konkurenciát, és erősíted a konkurenciát. Tehát az ő profitját növeled, te magad. Hát ha ezt végig gondolod, és azt mondod, hogy milyennek a valódi jelet, és a kartodba dőlsz kardotba dősz, mert az, az a legborzasztóbb, hogy én veszitek, plusz még a konkurenciát erősítem, oda küldöm a profitot, és hogyha egyszer megy egy terembérlésre, de mi vagyunk, és sokan ilyenek, talának mert nem hozzám jöttek máshol, akkor az nem csak egyszer mennek máshova, hanem ott ragadnak. Mert a Dunaszentmiklósi Miklós-i terem, hova járunk, amellett, hogy a szolgáltatással időnként vannak gondok, mondjuk így finoman, de megszoktuk, klassz, gyönyörű a környezet, ott maradunk. Most már lehet, hogy valakinek van jobb ajánlata, lehet, hogy aki szívesen elcsábítana minket, de már nem megy. Az éleszünk egyébként Dunaszentmiklóson Miklóson november 21-én is, nem véletlenül. Mert amit megszoktunk, nem kockáztatunk. Amikor az elején elveszített minket más konkurencia, az már onnan nem tud visszaszerezni. Hosszú távon, úgynevezett ügyfél élettartam értékre veszítesz el ügyfeleket. Ha ezt belegondolsz, akkor azonnal abba hagyod ezt az őrültséget. Mi az, amit tudsz készíteni? Készíts mint ajánlatot, ajánlatot, tipikus ajánlatot. Mi volt a legtöbb ajánlatkérésed? Nem tudom én, mondjuk a könyvekre például. Ugye az ilyen tipikus dolog az a nyomda, ami ha szintén az ember idegére tud menni, Nézd egy tipikus méretet, ez mondjuk egy ilyen napló, amit ilyen aranyomással készítettem, belül vonalas, nem nagyon látszik, de. Lehet úgy is, hogy kérjen állatot, és akkor lehet egy centivel rövidebb, hosszabb egyebek, de a legjobb áron, a leginkább vonzó, a legjobb horgot, a legfinomabb csali tudott beadni az ügyfélnek, hogy adsz egy jó árat akár egy tipikus méretre, ami neked a legjobban kiadja. Mert lehet, hogy egy centivel nagyobb, már nem fogja kiadni a teljes ívet a nyomdádban. Tehát te készíts egy optimális ajánlatot. Az ügyfél szeretné, hogy ő lásson, kapjon egy optimális ajánlatot. A legtöbb ügyfél nem tudja megmondani, hogy mi lenne jó a könyv méretnek. Van a nyomdász, aki azt mondja nekem, jó, de Isten, hát van egy csomónak egyedi igényük. De tudod, miért van egyedi igényük? Mert nem azt neki optimális megoldást, azért van egyedi igényük. Hát persze, hogy egyedi igényük van, mert kitalálnánk valami hülyeséget, mert nem tudják, hogy egy centivel, ha kisebbet választanának, felébe kerülne az ár mert ezt nem tudják. Vagy hogyha azt mondják, hogy ugye az árkalkulációtból adódóan azt mondják, hogy egy kicsit többet rendeljenek, vagy másfél szerint, akkor lehet, hogy csak 20%-kal nőne az ár, 50%-kal több darab számért. Tehát készíts optimális ajánlatot, és onnantól kezdve elvonod a konkurenciától, aki egyébként meg egyedileg fogadni ajánlatot olyan őrült ajánlatokat kaptam én nyomdától, és akkor rákérdeztem, tehát hogy lett ilyen drága? Mondja, ja, hát ne másfél centivel nagyobbat nézett, és ez nem fér el egy évre, ezért duplárba jön ki nekünk a, a, a papír. Hát van, akkor ember, miért nem szólnak? Mi? Borzasztó. Elveszített haszon. Ezért van az egyébként, hogy több mint tíz éve, lassan 13 éve a flyer alarmra rendelek, mert míg Magyarországon kérek egy nyomdától ajánlatot bármire, egy szórólapra bármire, amire megjön az ajánlat, az alatt már megjött a kész nyomdai termék a flyer alarmtól, ami sajnos Magyarországról kivonult, hogy Ausztria és Németországban van még, Egyébként Európa egyik legnagyobb nem is nyomdája, hanem nyomda szervezője, de ez már messzire mutatna. A másik, hogy készíts egy ajánlatot a legolcsóbb termékről. A bemész egy autószalomba, nem tudom, jártál-e, én ritkán megyek be, mert új autót nem szoktam venni, de mondjuk a bemész, vagy bementél régebben, ki van téve egy autószalon, mondjuk egy golf, és ki van írva, nem tudom, hogy 17.500 eurótól, és akkor ki van téve egy full extrás autó mögé. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megmutatják, hogy hoppá, mi tudunk nagyon olcsók lenni de amikor leülsz, és azt mondod, hát, akkor meg az autót, azt a 17500-ast, jó, de hát azon nincsen csak lemez felni. Ó, oh, hát az nem néz jól ki, akkor kéne alul felni. Jó, puf, mit nem tudom, falszámokat számokat mondok, 1000, 1000 euró. És, és akkor megfelel a mechanikus klíma. Ja nem, nem, digitális kéne. Puff, 300 euró. És lehet, hogy 28000-nél kötnek a 17500 helyet, de nem ment át a konkurenciához. Hoppá. Hanem nálad van. Tehát legyen egy csali terméked. Oké, okay? egy alapterméked, ami tól indul. Ami lehet, hogy nem felel meg a legtöbb embernek, de behozza az ügyfelet. És nem esel ki. Nem küldöd el a konkurenciához. Aztán itt van a nyilván, nyilvános foglási naptár. Tehát el tudod képzelni azt ma booking nélkül, hogy te valahol szállást foglalsz. Mi voltunk egy ilyen nyugat-európai körúton, a, a nem tudom, Franciaországban a, a mont saint elkezdve mentünk lefelé, Bordóba jártunk, aztán jártunk Monakóban, Firenzében és egy csomó helyen. El tudod képzelni, hogy egy-két éjszakára tudnék foglalni anélkül, hogy lenne booking? Persze lehetett régen is, hát lehetett küldeni postán levelet, és akkor válaszoltak rá, de gondold végig, hogy, hogy nem, tehát kérnék tíz szállodátra ajánlatot, mire megtam azt, ahol hely van. Őrület őrület. Úgyhogy, ha bármiféle időhöz kötött, legyen a szolgáltatás, legyen az klímaszerelés, legyen az, az bármi, ad meg, hogy mikor van időpont. Akár orvos, bármi esetén. Segítsd az ügyfelet, hogy tudjon kombinálni, tudjon, tudjon tervezni. Aztán ott van, hogy Gondolod hogy mi minden információt szoktak kérdezni, mindent kell elmondani, hogy jól döntsön az ügyfél. Ez föl lehet tenni a weboldalra. Lehet készíteni egy videót, hogy a túl sok, el lehet magyarázni, hogy figyelj, de kedves ügyfél, ha ezt választja, az analógot, akkor ez. Ha a digitális, akkor az. Vagy ha azt mondja, a kisebbet választja, akkor ez, meg az, meg amaz, viszont ezen feltételekkel. Ha a prót választja, akkor ez, meg az, meg amaz, viszont többet tud. Vagy több a garancia, hogy mit tudom én, de csinálj videókat. A videó a szélsz legfontosabb eszköze, tudod miért? Mert a videó az egyedüli, amikor belenézel a kamerába, és bizalmat építesz. Írhatsz bármennyi szöveget, rakhatsz bármennyi fotót. Egy őszinte videótól jobb bizalomépítő eszköz nincs, már pedig a mostanában a legnagyobb gond az, hogy bízzak valakiben. Bízzak abban nyomdában, hogy tényleg elkészül. Bízzak abban a teremben, hogy az normális lesz, tiszta lesz, és nem, nem zajonganak mellette, és így tovább. Úgyhogy készíts videókat, és ami fontos, hogy ne félj az ártól. Tom, sokakkal beszélek, és azt mondják, tehát mi drága vagyunk a konkurencia. De figyelj ide, hogyha árajánlattal dolgozol, és árajátot kérnek tőled is, meg hát a hülye konkurenciától is, az is olyan, akkor mi történik? Az történik, hogy ugyanúgy látni fogja, hogy drágább vagy. Ne félj tőle, ha ott az ár, akkor legalább tud rajtad gondolkozni. Ha tud rajtad gondolkozni, akkor tovább keres a weboldalon, vagy megnéz videóidat, akkor el tudod neki adni. Ha majd egy árátot kér tőled, akkor persze mondtad azt, hogy fölhívjuk telefon, és akkor eladjuk neki szélszel. Elhiszem, csak lehet, hogy nem leszel benne a versenybe, mert dönt nélküled. Egyszerűen nem fog bevenni a versenyzők közé, a befutók közé aki közül választani fog. Tehát ne félj az ártól egyáltalán. Azt mondom neked, hanem igenis mert kírni az árat, ha az árad nagyon drága, akkor írjad ki a legalsóbbat, magyarul készíts ajánlatot alaptermékre, kiírva, hogy 17.500 eurótól és akkor az is lehet egy, egy induló. Tehát legyen egy csalid, de ne félj az ártól. Ha az ártól fész, egyébként fordítva is igaz. Tudod, mi az, amit érdekes dolgot tapasztaltam? Felálltunk egy infoterméket, valami olyat, ami 70-80 ezer forintba kerül, más is mi 9 ezerért A túl alacsony is bizalomvesztést jelent az árba. Sőt, van a Mászárványi aki elárulta, és nem azért, mert milliárdos, vagy nem azért, mert ilyen óriási egójó és fennhordja az orrát, hanem megtanulta keserű módon, hogy a legolcsóbb vagy az olcsó az nem szokott jó lenni. És elmondja, ha van három lehetőség, akkor a legdrágábbat szokta választani. Tehát ha nem olyan nagyon nagy a különbség, azért, mert nem akar rizikót magának. Tehát nem baj, Sőt, nagyon sok ügyfélnél előny, ha te vagy a legdrágább. Nem a leg, legolcsóbbat választják. Nyilván attól függ, milyen termék. Nyilván az, hogy a legdrágábbnak sokkal jobb minőségűnek is kell lenni, és jobban kell eladni. El kell adni azt az árat, ami magasabb. És nézzük egy pár dolgot ez a túktal az ajánlat című témában. Az egyik ilyen például a klímaszerelés. Nem tudom, itt Ausztriában kerestem ö, klímaszerelő céget, de egyszerűen nem találtam olyat, amelyiknél klímát lehet online venni, de a szelést nem találtam meg, vagy ha együtt kínálják, akkor kéri ajánlatot. És ha kérsz ajánlatot, akkor mit fognak mondani? Ó, oh, hát ezt a jövünk megnézni. Akkor el kell azt fogadnod, ide fog jönni 6-8 ember. Az a 6-8 hülye is szivatti saját magát persze. Akkor ott meg lehetne adni, hiszen mi szokott lenni egy kilimánál? Általában, ami a fő kérdés az, hogy milyen magasra kell szerelni a kültéri egységet, a beltéri általában a mennyezet alá kerül, tehát nagyon nagy dolog nincsen benne és, és az nyilván szokott még a kérdés lenni, hogy a kültérétséget milyen magasra szerejük, és milyen hosszú a, a cső magyar a vezetéképítése modellit. És azt ki lehet találni, hogy 3-6 méter között, mondjuk egy tóligot megadsz, alig lehet pár ezer forint különbség egyébként egy-egy méter csődél, megadsz egy tóligó határba, hogy ennyibe kerül, Ennyi a szerelés. Az, hogy nem tudom én, max két, magadság, két, méter magasságban, tehát létrálló szerehető legyen a kültéri Nem egy amborzóan bonyolult dolog, de egyszerűen nem találsz ilyet. Nem találsz ilyet, hanem ajánlatot kell kérni, és mind a két oldal szívatja magát. Az eladó, a vevő, mind a kettő szívatja magát. Őrület. Vagy itt van egy autószerviz. Ma már egyre több autószerviz próbálkozik avval, hogy ad komplet csomagokat. Azt mondja, hogy komplet csomag, fék, első hátsó fék, tárcsával, tehát ugye tárcsafékről beszélünk, tárcsával, Fékbetéttel, illetve munkadíjel együtt kompletten, mit tudom én, egy, nekem egy CMR-cím van az egyik, vagy Renault Espace, nem tudom, ennyi, 345 euró, és a te német minőségű fék alkatrészek kerülnek bele. Tehát sokszor a csomaggal, mert ugye mind a kettőn eleve nyersz, sokkal jobb árat tudsz kialakítani. Ne legyen zsákba macska, és ráadásul itt tudnak nyerni legtöbbször az online shopok -ok ellened. <laughs> ugye, múltkor mentem ide egy szervizbe, hogy hát megvettem már az alkatrészeket a, a Mercedes hez a, a, a komplet fake ki kéne csinálni. Ó, hát a másét nem szerelem, mondom, ne hülyeskedjen, mert atét vettem, ami a gyár eredeti minőség. Jó, 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 de hát akkor is. És kitalálta olyan baromi nagy árat, hogy, hogy pluszban. Miért nem csinál ő egy jó árat, Ö, hanem, hanem, sokszor, és azt miért nem kommunikálja? Ugye az okosak ezt teszik, most már rájött erre a Mercedes, a Renault egyre többen. Itt van a következő az ablakgyártás. Akartam az alakorosi nyaralomba ablakot, most akarok még mindig egy beárati, vagy teraszajtó, nevezzük így, meg van nem tudom, két méter, és nem tudom hány centi széles, nem tudom, kettő, negyven széles mondjuk, és nem találsz, tehát nem találsz egyszerűen egy normálisat, hanem van egy pár alapméret persze, de mindent ajánlatkérés van. Pedig biztos vagyok benne, hogy egy algoritmussal, egy számolási módszerrel készítik az ajánlatot. Megvan a négyzetméter árvágás, mit tudom én, hogy hogyan alakul ki, de valami tematikája van neki. Tehát miért nem építik bele ezt egy kalkulátorba? Anélkül, hogy beszélnék egy emberrel, egy, egy hogy mondjam, nem mondom sehogy. Szóval egy alacsony tudás és akár alacsonyabb intelligencell emberrel nem akarok beszélgetni vele, akarom látni a végét. Mikor akarom látni? Szombaton este, amikor mindenki a cégtől otthon van mert akkor van időm, mert különben én is dolgozom, tehát nem érek rá. De egész nap rohangálok ingatlanokkal, meg, meg ügyfelekkel, meg kocsikkal, meg dolgozom én is, vagy éppen nyaralok, de, de mikor van időm böngészgetni, mikor van időm tervezni a nyaralóba egy új ö, teraszajtót, egy nagy széles három vagy négy részű teraszajtót, akkor, amikor éppen a cég zárva van. Tehát de hogy ilyen volt a nyomda, amit mondtam. Tipikusan megesik az, hogy a, a egy kicsivel kéne más méretet, de azt nem árulják el, jóval alacsonyabb lenne az ár. Vagy ilyen például a Skyscanner, ez a, lehet, hogy ismered, ez a... Ez az egyik legjobb, de elmondom, miért, hogy a legjobb. Ez a legjobb ilyen repülőjegy kereső rendszer. Miért? Azért, mert egyrészt nem egy légitársaságra alapul, hanem nem tudom, szinte az összeset szkenneli, ráadásul ad egy rugalmasságot. Azt mondja neked, ez a keresőbe van benne, hogy plusz egy-két nap, vagy mínusz egy-két napot megengeded, és ha megengeded, akkor marha jó ajánlatokat fog tudni találni, vagy tudod egyen léptetni a napokat, van egy ilyen gomb, hogy nem tudom én, indulás érkezés, tehát ugye odaút, visszaút, és azt mondta, egyenlőre a visszaút, mert lehet hogy egy nappal később jövök, mert nem tudom, az hétvégére esik, vagy, vagy munkanapra, és akkor utána felanyiba kerül a, a második fel, és attól az egész egy 30 kal olcsóbb. Vagy ilyen az oktatás. Ugye mindig egyedileg kérünk ajánlatot. Ki akarnak jönni, beszélgetni, nem érdekel. Ilyen a szoftver például. Mutka beszélte, mesélte egy mastermind tanunk, hogy akart egy CRM rendszert venni, és az istennek nem voltak hajlandók még megközelítőleg se árat mondani, meg, meg, meg semmit, mert hogy fel kell mérni a céget, kell csinálni egy analízist kell. A... Annyit akarok, hogy kiállnak az üzletkötőim, ami egyébként a, a, a CRM igényeknek mondjuk egy nagy csoportja, és nagyjából hasonló mindegyiknek, kiállnak az üzletkötők. Eppen keresztül kére tudni jelezniük, hogy hol vannak, ki, melyik üzletet látogatták meg, és én ezt este lássam egy analitikába. Nem akarom én kitalálni, nem kell önöknek kitalálni, gyerek, van-e ilyen? És van ilyen. De helyett ők addig akarták analizálni, meg erőszakoskodtak, meg külön díjat kértek az, a, a, az elemzésre, adtak van egy csomó, nesze itt van egy egyszerű megoldás, ez, ezt meg ezt meg ezt tudja, nézd meg a videót, ha megfelel jó. Ha nem, akkor, akkor kéri ajánlatot arra érdileg, hogy tudjuk vagy módosítani egyedi bővítéssel. De egyszerűen nem, nem gondolkoznak, hanem volt nálam egy ilyen, még emlékszem ott is föl, a csőrömet, hogy, hogy nem most volt, sok-sok évvel ezelőtt, hogy a SAPI, ez a Sales Autopilot, hogy nem értettem hozzá, nem akartam vele foglalkozni, kerestünk olyat egy ilyen fórumon, ez az online katapultnak volt egyébként a fóruma, hogy, hogy ki össze egy ilyet rakni, egy rendezvénynek kéne eladni jegyet. Tehát jól definiálta a rendezvény jegy eladás. Nincs benne nem online mármint a rendezvény, hanem személyesen az első sikernapra volt szó egyébként, sok évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt. És egyszerűen döbbenetes volt az egészben, hogy azt mondták, de hát ez, ez elemezni kell, mert konzultáció kell, milyen. Mondom, értem, csak nekem sürgősen is össze kéne egyet rakni. Mennyi idő és mennyi pénzre számoljak. Elmondták, hogy ilyen hülye nem lehet hozzáállni, és bebizonyították, hogy én vagyok a hülye ügyfél. Hát a jó édes anyátokat, szapi ö, ö, mérnököknek nevezték magukat. Én mondjuk öt évet güriztem az egyetem, hogy mérnök legyek, ők meg nem tudom, mit csináltak, de szapi mérnöknek nevezték magukat, a fenapofájukat tegye meg, még utólag is. Most már elévült a bűnük. De gondold végig, hogy, hogy mennyire jó az, ha kioktatod az ügyfelet, mennyire jó az, hogyha átgyalulod egy, egy tanácsadó által megtanított, szuper, nem tudom én, sales processzel, amikor az ügyfél csak akar egy egyszerű megoldást a saját problémájára, és el fogja fogadni 95%-ba azt, amit te kínálsz. Többenetes. Itt a weboldal készítés természetesen ugyanez. De egy alap weboldal öt oldala, vagy öt sémával, nem tudom én, választhat a, a, a WordPress sablonok közül. Kész. Miért nem tudsz adni erre egy konkrét árat? Miért kell... És az, az történik, hogy sokszor árajánlatokat kapnak, úgyfél és nem tudja összestöri, mert teljesen más van, más a havidi, más egyébek. Miért nem tud önmaga előre gondolkodni? Ráadásul volt olyan ilyen weboldal a, a tagnál hogy kapott három helyről ajánlatot, majd megrendelte az egyiket, amit a legnagyobb tartott, de egy hetet késett a negyedik ajánlat, ami sokkal jobb volt, mint az első három. Bam, felrobban az agya ilyenkor. Vagy uh, itt van fürdőszoba felújítás. Miért ne lehet standardizálni egyszerűsíteni dolgokat? Azt mondják sokan, és ez a tanítás van már évek óta a levegőben, hogy hogy a személyre szabott szolgáltatás. Ez bullshit. Hát, milyen személyre szabott szolgáltatást csinál neked a Facebook, a Google, vagy bármelyik, a világ legnagyobb cégei, vagy a, vagy a Tesla, vagy bármelyik? Senki nem csinál személyre szabott. Paraméterezhető megoldást csinál, mert be tudod paraméterezni magadnak. Akár vannak alapváltozók, amit tudsz vá választani, de a személyre szabott megoldás az túl drága, amit a magyar ügyfél, magyar piac nem fizet meg. Úgyhogy a fürdőszoba nem volt például egy ilyen gondolatom, hogy miért nem válasz ki valaki ötféle vagy nyolcféle csempét, a legolcsóbbtól a közepesig, drágát nem feltétlenül. Azt mondja, hogy panelházakra szakosodok, ahol megvan, hogy van ötféle méret a fürdőszobában. És miért nem lehet azt megtenni, hogy azt mondom, hogy oké, okay, kimelek az ügyfélhez nézze, négyzetméter árba ennyiért dolgozunk. Ebben benne van a csempe, benne van a vízletékszer és a villanyszerelés. Választhat kétféle, nem tudom én, WC-ből, háromféle mosdóból, háromféle vagy kétféle kádból, ötféle csempéből, külön a járólap vagy benne van, tök mindegy. És tök egyszerűen tervezni, és tök egyszerűen lehetne rákészülni, nem lenne az, hogy az ügyfél veszi a, a, a csempét, amiből kevesebbet vette egy négyzetméterrel, akkor visszakörjönünk egy hét múlva. Mindenkinek egyszerűen, tehát standardizálás felé megyünk, nem az individuál irányba. Lehet, hogy 150 évvel ezelőtt, nem tudom, Rolls Royce-nak volt, vagy egy, vagy egy bármilyen más autónak volt, többféle kasznia, mert ugye ők csak egy alapot csináltak, és egyedileg készítették hozzá a felépítményt sokszor. De ma nem így van, ma, ma nincsen se, egyfajta van. Tesla nem csinál 68 felét, jó van, összkerekes, mert nagyobb, de olyan, hogy külön csinálja, mint ez a Bolond Volkswagen, hogy külön van mechanikus klíma gombokkal, elektronikával, vezérléssel, csavarokkal, meg külön digitális klíma is ezek között lehet választani, és nem is lehet upgrade-elni, mert különbözőek a fizikai elemek, őrület. Hát meg is látszik, hogyan fog menni a falnak. Szóval a fürdőszoba felújítás például egy ilyen tipikus téma, vagy ugyanígy az ablakokra is egy csomó területre lehetne standard szabvány. A fotózástól elkezdve a videókészítésen át, a marketingbe egy csomó helyen lehetne standard és szabvány csinálni. Akik nagyra tudnak nőni, akik fejlődni tudnak, akik elviszik az ügyfelek, 90%-át azok standardizálnak. Aki megmarad neked az 5-10% az egyedi, az csak baj lesz. Ennek a nyomdásznak, akiről beszéltem, állandó problémája van az egyedi igények, egyedi méretek. Álljál százféle borítót, fedőlapot, egyebed, belívet, külívet, mit tudom én, micsodát, kasírozva, nem kasírozva, élfűzve, nem úgy fűzve, mit tudom én, belekattannak a gyártásba, és az ügyfelek annyi hülyeséget rendelnek, hogy hogyha standardizálva lenne ötféle, akkor a 90 szájkuk megmaradna annál az ötnél, és lehet elveszni 10 százalékot, de azon sokkal több pénzt tudnak keresni, és sokkal gyorsabban tudna dolgozni az összes átállítás is egyedi és méretek nélkül. Tehát elveszíthetsz piacot azáltal, hogy a teljesen egyedi, sokszor mondjuk úgy, hogy őrült ügyfél kiesik, de az őrült, a vesztés és ügyfél, tudod, hogy hova menjen? igen, a konkurenciához. Szívassa azt, ne téged. Úgyhogy, amit én javaslok, hogy lépj, lépj, gondolkozz a mai világban, Érkez meg a mai világban, ahol már, a, már a, a, az autót is, mint egy Teslát is úgy adják el, hogy, hogy online tudod megrendeni, és nem egyedi ajánlat, meg minden egyébre. Úgyhogy te legyél az, aki lépni fog. Mert a piacodon van mondjuk 20 szereplő, és a 20-ból egy vagy kettő lép, és te nem vagy köztük, akkor titeket fognak megenni. Egyébként ez a disruptív innovációval függ össze, magával az innovációnak egy újfajta formájával, disruptív, magyarul megszakítás, tehát egy újfajta gondolkodásmód, és az online világ ezt hozza. Ez a disruptív innováció maga a digitalizálás. Na ez az, amiről szó lesz egyébként november 21-én, amihez fogtok kapni előzetes tananyagokat, hogy jobban értsétek a versenyt, és jobban legyetek felkészülve a saját versenyetekre, a saját piacokon, piacaitokon. Úgyhogy minél jobb lépsz, annál kevésbé fog tudni megelőzni a konkurencia. Aki késik, van egy ilyen ö, idézet, nem tudom pontosan kitől szól, de azt mondja, hogy figyelj, de ha egy innovációval, disruptív innovációval túl korán jelent meg a piacon, akkor nagyon sok pénzt veszíthetsz. Ha túl későn, akkor az egész piacot elveszíted. Erről van szó. Ébredjen már fel valaki, a nyomdák és minden felsorolt iparágba, hogy csináljanak normál ajánlatot, amiből el tudom hogy igen, kérem, és majd egyedileg akarok, hogy eladják ott nekem még pluszba, de tudjak igen-nemmel válaszol egy ajánlatra, egy weboldal, igen-nem helyett, egy kérdőjel van, a kéri ajánlatot, és ki tudja mikor, és ki tudja mit, és ki tudja mire fog ajánlatot adni, és félreérti, az szerintem ma már nem a mai világból való. Mondok, nyugodtan vissza lehet menni a vármegyék világába, az a múlt. Na, sok sikert! November 21-én találkozunk, figyeld a csatornát, Figyeld az exponenciás.hu, a sikervitamin.hu, mert egy különleges, happening, egy különleges esemény lesz, és nagyon limitált, mert az a kedvenc termünk, egy kerek, fantasztikus auráról terem Szent Miklóson, az bizony nagyon limitált. Nem négy fala van, nem körfala van, de nem férnek bele többen, mint 100-120. Úgyhogy ennyi a maximum. Addig is sok sikert kívánok. Azt kérem neked, hogy ne legyen elveszített hasznot, hanem megnyert ügyfeled legyen helyette. Ciao.